Bejelentette a versenytanács, hogy vizsgálatot indított arra vonatkozóan, hogy a légitársaságok hogyan határozzák meg a romániából induló repülőjáratok jegyárait. Vizsgálatot indította a versenytanács arra vonatkozóan, hogy a légitársaságok hogyan határozzák meg a Romániából induló repülőjáratok jegyárait. A lépést a Vizer és a Ryanair jelentős drágításaival indokolják. Gyerkó László a tanács tagja elmondta, a versenytanács egyik tevékenysége, hogy különböző piacelemzéseket végeznek. Például olyan piacokon, ahol elváltozások érződnek, Ilyen a repülőjegyek ára is az utóbbi időben észrehető egy elég nagy növekedés, árnövekedés. Egyrészt, másrészt átalakult a piac, hiszen van társaság, amelyik kilépett, van társaság, amelyik csökkentette a járatait, ez is befolyásolhatja valamilyen arányban, és azért, hogy jobban rálássunk erre a, erre a szektorra, és megértsük, hogy miért vannak ezek az áringadozások, hogy valósak-e Utalta arra, hogy a Air és a Ryanair repülőjegyárainak a koronavírus járvány utáni jelentős emelkedése összefüggésben áll azzal, hogy a Blue Air csődbe ment, a Tarom pedig csökkentette a járatai számát. Hozzátette, ez a piacelemzés minimum 6 hónapot fog igénybe venni, hiszen szerződéseket kell bekérni, találkozni kell a cégek képviselőivel. Az elemzés végén javaslatokat és ajánlásokat fogalmaznak majd meg a fogyasztók megtévesztésének kiküszöböléséért, és a törvénysértéseket tárnak fel, megindítják a szükséges szankcionálási eljárásokat.